Városunkból három fiatal indult nemrégiben Szlovákiába, hogy részt vegyen a Spartan Race Píst versenyén, amely a leghosszabb távot jelenti a nem mindennapos megmérettetésben. Annyit kell tudni a Spartan Race versenyekről, hogy három ö, távolságban rendezik meg, a, szuper, vagy a sprint a legrövidebb, a szuper az egy középtáv, és a bíz az a leghosszabb, ez általában 8, 15 és 22-25 kilométeres távolságról beszélünk. Ez egy ö, ö, akadályfutásos ö, verseny, ahol különböző akadályok vannak, szöges drót, palánkmászás, kötélmászás, tehát olyan katonai kiképzéshez hasonlít. Mindhárom résztvevőnek sikerült teljesítenie ezt a távot, és legyűrnie a különböző embert próbáló feladatokat így megszereztük a trifettát, ami azt jelenti, hogy ha mind a három távot teljesítjük, akkor kapunk egy plusz érmet. Természetesen a versenyt komoly felkészülés előzte meg, hiszen a síparadicsomban megrendezett spártánrész rész teljesítése megfelelő edzettségi szint nélkül szinte lehetetlen. Alapvető a futás, tehát, hogy azért a megfelelő távokat, ugye a sprintnél van egy 7 kilométeres szupernél, egy 15, a bíznél az egy 20-25 kilométeres táv, tehát alap az, hogy mindenképp azért a távot érdemes lefutni, nem egyszer, nem kétszer sokszor. Alapvető feladatok ugye a saját tesszúlyos edzés szerintem, tolózkodás, húzózkodás, tehát az ember könnyen mozogjon a saját tesszúlyával, és nem utolsó sorban pedig a dombozás, tehát azért a versenyen folyamatos hegymenetnek mentünk szintre hegyről föl, hegyre le, nem volt egyszerű, úgyhogy Kalocsa ilyen szempontból nem is igazán a legideálisabb, tehát azért valljuk meg őszintén, van egy 8 méteres dombunk, úgyhogy nem egyszerű a felkészülés, de, de rajta voltunk keményen. A teljes élménybeszámolót a szeptember 21-én adásba kerülő Sípszó után című magazinunkban láthatják, amelyből megtudhatják azt is, hogy milyen megmérettetések készülnek legközelebb a trió tagjai.